Finomság! Répadarabokkal etetik a tavaly évvégén született zebracsikókat. Bár az első 6-7 hónapban elsősorban az anyateja fő táplálékuk, 30-40 naposan már a szálas takarmányt is kóstolgatni kezdték. A grévi zebra a többi zebrafajtól könnyen megkülönböztethető, hiszen a hasa töve fehér, és a hátán a gerinc mentén fehérrel keretezett sáv fut végig, valamint a fülei is jóval nagyobbak. Két igen ritka grévi zebra csikóval gazdagodott állatparkunk zebra állománya. Alapvetően többféle zebrafaj él a világon, vannak alföldi és hegyi zebrák is. A grévi azonban nem csak a legnagyobb testű zebrafaj, de a legnagyobb testű lóféle is. Ők itt a tarzanősvények kifutó rendszerében élnek, és a téli időszakban láttak napvilágot a legújabb lakóink, így ez idáig a tarzanősvények fűtött istálójában tartózkodtak, most azonban a jó időnek köszönhetően már itt vannak a külső kifutóban, és a vendégek is gyönyörködhetnek bennük. A vadon élő populáció mérete az elmúlt évtizedekben drámaian csökkent. Ennek oka elsősorban a természetes életterük csökkenése és a vadászat. Ezért is fontos, hogy zártartási körülmények között szaporítsák őket. A szülőállatok az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek a Nyíregyházi Állatparkba. Állatparkunk nagyon fontos feladata a faj megőrzés, tehát ne csak bemutassuk a végveszélyben lévő állatokat, hanem tenyésszük is őket. Alapvetően a grévi zebrából összesen 2000 egyed él a szabad természetben, ezért is fontos, hogy zártartási körülmények között szaporítsuk őket. A faj nevét Jules Grévy 19. századi francia köztársasági elnöktől kapta, aki egy ilyen állatot kapott ajándékba Abesziniától. A kanca csikók jelenleg egy elkülönített külső kifutóban vannak, és fokozatosan ismerkednek a fekete kontinens patás állatait bemutató több hektáros kifutórendszer többi lakójával.